Sziasztok, én Fruzsi vagyok, és ez itt a Népi Lány, üdvözöllek benneteket a csatornán, ahol mindenféle magyar hagyományokról, autentikus szokásokról, gondolkodásmódról, életvitelről esik szó, és hogy ezeket hogyan tudjuk a 21. századi modern környezetben megélni. Azért elég sokan vagyunk úgy, azt hiszem, hogy vannak olyan pillanatok az életünkben, és ezeket nagyon szeretjük, amiktől az évünk változatos lesz, amik kiemelkednek a hétköznapokból, ilyen a születésnap, de vannak olyanok, amik aztán nagyon régmúltra tekintenek vissza, mint például a karácsony, a húsvét, sőt olyanok is vannak, amik nem magyar gyökerűek, hanem egyéb kultúrából erednek, mint például a Halloween vagy a Valentin nap, és ezeket megmondom őszintén, én is nagyon szeretem, de hát főleg azokat, amik magyar gyökerekkel rendelkeznek, de szeretem ezt a szót, hogy gyökerek. Szóval, hogy amik magyar hagyományból származnak, és itthon a falusi közösségekben élt, mint szokás, és ezeknek én nagyon szeretek utána járni, utána olvasni, és aztán megélni őket. Úgyhogy ma is egy ilyennel készültem, a május elsejei régi szokásokról, erről fogok nektek mesélni, hogyha kíváncsiak vagytok, akkor tartsatok velem. Május 1-jéhez kapcsolódtak különböző időjárásrósló földműveléssel kapcsolatos hiedelmek. Nagyon fontos volt ugyanis, hogy ugye jó legyen a termés, és hát volt is egy ilyen mondás, hogy a májusi eső az aranyat ér, ami megsegítette a terméseknek a megfelelő fejlődését. E nap időjárása mutatja, hogy milyen lesz a jövő tél. Az ezen a napon köpült vaj, képzeljétek el, hogy Fülöp Jakab vajának is nevezték, és fülfájás ellen kenték a fülüket vele Turán. Szeged környékén pedig a hiedelem szerint bodzával díszítették a házat a boszorkányok ellen. A magyar nyelvterület nagy részén május 1-jére virradó éjszaka állították a májusfát. Ezt állíthatták középületek kocsmák előtt, vagy pedig a legények a lányos házakhoz vitték éjszaka, és hát ez tulajdonképpen udvarlási szándék bizonyítéka volt, vagy szerelmi ajándék. A magyar nyelvterület különböző részein eltértek a szokások, volt olyan, hogy a legények díszítették fel a fát, vagy volt olyan, hogy a lányok vitték a szalagokat a fához, és hát sokfelé megszólalhatott a muzsika szó is, az éjjeli zene, amit általában a falu bandája szolgáltatott, és hát a lánynak fogadnia kellett ezt a muzsika szót. Férfiak, itt a remek lehetőség fát állítani és szerenádot adni az áhított hölgynek. Biztos, hogy rengeteg nő erre vágyik, hogy kifejezzétek az érzéseiteket. Itt a remek lehetőség, hajrá, hajrá! Én pedig remélem, hogy tetszett a videó, hogyha így volt, akkor lájkoljátok és iratkozzatok fel a csatornára. Találkozunk legközelebb. Sziasztok!